Kezdesz felnőni, kicsim. Nem vagyok kisgyerek, pikpak és nagy leszek. Halld meg az én nevem, Gályú. Nézd, mennyi újdonság, vár rám sok bóság. Várd meg, hogy mit mesél, Gályú. Hidd el, az élet mindig tréfás, de van úgy, hogy elkél egy kis támogatás. Felnőni nem nehéz, élvezni kell és kész. Nézd meg, hogy megy nekem, Gályú, 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 Gályú. Én vagyok! Gályú és a hőség. Egy nagyon-nagyon forró nyári napon Gályú éppen a strandra készült. Nehezen tudta felvenni a karúszókat, de biztos volt benne, hogy a békatalpakkal könnyebb dolga lesz. Már csak az úszó szemüvegére volt szüksége, és a törölközőjére. Ez vajon mi? Egy kis kacsa? Törölközőben? Nem, én vagyok az! Gályú! Újj csak ki azokból, mielőtt elesel! Inkább a kezemre húzom őket, és nem a lábamra! Kimehetünk a strandra, anya? Ó, sajnálom, kicsim, de ma nem tudunk kimenni. Miért? Apának is nekem sok dolgunk van. Gályú szomorú lett. Nagyon szeretett volna úszni egyet. Úszunk, úszunk, úszunk! Rozi is ki akar menni a strandra. Majd holnap kimegyünk, rendben? De én ma akarok kimenni a strandra. Gilbertnek is melege van, nincs víz a tájában. Gilbert, üdítő! Anya, Rozi kijönti az üdítőjét. Gályú, ne a törölköződdel takarítsd fel! Csak segíteni akartam. Inkább kimegyek. Ne felejtsd el a sapkát! És Gályú, ne felejtsd el a naptejet sem! De olyan, olyan ragadós! Szükség van rá, a nap erősen süt ma. És még meleg is. Tessék, ez majd segít lehűlni. Köszönöm, anya. Gályú nem tudta megállni, hogy ne nevesse ki Gilbertet. De még mindig szomorú volt, amiért nem mentek a strandra. Meleged van, és ragadsz is. Rendesen meg kell mosakodnod, és le kell hűlnöd. A locsoló! Te állítsd be, én beindítom. Kész van! Nem jön belőle semmi, anya! Gyere, Gályú, ugráljunk! Gályú rájött, hogy a saját kertjükben is milyen jól lehet szórakozni. Gilbert lehet, hogy nem így gondolja. Gyere, Gilbert, ugrálj te is! Gályú és a szervíz. Gályú már alig várta, hogy elmenjenek az étterembe vacsorázni. Pip-pip-pip-pip-pip-pip-pip! Rozi is akar autót! Nem, Rozi, ez az én autóm! Nem, Rozi! Nyugodjatok meg mind a ketten! Tessék, Rozi! Nem akarok többet ezzel játszani! Igen, Gályú? Ott vagyunk már? Már nincs sok hátra.
apa, éhes vagyok! Rózi, éhes! Tudom, anya már vár ránk az étteremben, nem sokára ott leszünk. Áú! Apa, Rózi eltörte az autómat! Ha odaértünk, megnézem. Nem sokára ott vagyunk. Melegem van! Rózinak is! Le tudnád húzni az ablakot? Ablakot le! Rózi, hadd abba, ne ismételj meg mindent! Caillou mérges volt Rózira, éhes volt és melege is volt. Mindketten hagyjátok abba! Nézzétek, elindultunk! Jaj, ne! Mi lehet ez? Apa, én félek! Ne félj, minden rendben lesz. Megyek, megnézem. Ez remek. Caillou megsajnálta szegény Rózit, és megpróbálta valahogy megnyugtatni. Minden rendben van, Rózi. Apa? Igen, Caillou? Mikor találkozunk már anyával? Először meg kell várnunk az autómentőt. Az már biztos nem sok idő. Hová fogja vinni az autót? Elvontott minket a szervízbe. Rendben vagyunk, minden kész. Mi hol fogunk utazni? Ott fent? Nem, velem fogtok utazni. Ültetek már autómentőben ezelőtt? Nem. Nagyon mókás, majd meglátjátok. Na, milyen ott hátul? Meg fogja javítani az autónkat. Nem, én csak elvontatom. De majd találkoztok az apukámmal. Ő javítja meg. Az apukája? Igen. Ahogy a felirat is mutatja. Sullivan és fia. Én vagyok Jack Sullivan, a fiú. Én Caillou vagyok, az én apukám nem ért az autókhoz. Ó, biztos vagyok benne, hogy az apukád rengeteg más dologhoz ért. Az apukámnak van villás kulcs és kalapács a szerszámos ládájában. Tényleg? És nem tud autót szerelni? Meg tudja javítani az autómat. Természetesen, fiam. Kettőt pislogsz, és már mehettek is. Nem, az én autómat. Rózi eltörte a kerekét. Hagyjuk Sullivan urat dolgozni, és később megnézzük az autódat, jó? Igen. Apa, apa, éhes vagyok. Egy perc, Caillou. Előbb fel kell hívnom a mamát. Kérsz valamit, Caillou? Egy táblacsokit szeretnék. Ó, csak nem a müzli szelet gombját nyomtam meg véletlenül. Ne haragudj, Caillou. Megnyomhatom én a gombot. Csak vigyázz, hogy jót nyomj meg. Miután beszélt Caillou apukájával, Caillou anyukája megnyugodott, hogy mindenki jól van. Ó, jó estét! Szokatlan önt egyedül látni. Merre van Caillou és Rózi? Később ők is csatlakoznak. Közben jött valami. Mit ajánlana ma este? Sullivan úr! Itt vagyok!
Kész is van, Caillou. Az autóval minden rendben. Apa autója már kész van, de az én autóm még mindig rossz. Sullivan úr, nem bánná, ha kölcsönvenném a szerszámait? Persze, hogy nem. Szolgálja ki magát. Lássuk. Épp amire szükségem van. Caillou örült, hogy apukája meg tudta szerelni az autóját. Szeretett neki segíteni szerelés közben. Anya! Szia, kicsim! Tetszett a szerviz? Igen! Mindkettőnk autóját megjavították. Mindkettőtökét? Az én autómat is megszerelték. Az elveszett kiskutya. Rendben, Caillou, emlékszel még? Tartsd a szemed a labdán. Rendben! Minden oké, nem kell sietni. Hey! Add ide a labdámat! Hey, gyere vissza! Apa, segíts! Elvitte a labdámat! Na, megvagy! Vanja körve, úgyhogy biztos van gazdája. Elég régóta keresgélünk, de úgy tűnik, senki sem tudja, ki a kutyus. Egyedül van itt. Biztos elveszett. Pajkos kis jószág, ugye? Pajkos? Hívhatnánk Pajkosnak! Megtarthatom, apa, kérlek szépen! Sajnálom, Caillou, de ez a kiskutya valakié, akinek valószínűleg nagyon hiányzik. Ha? De tudod mit? Megkeressük a gazdáját, mit szólsz? Rendben. Caillou szomorú volt, meg szerette volna tartani a kutyust magának. Ahó, van itthon valaki? Ő meg ki? Találtam! Pajkosnak hívják! A parkban találtuk. Gondoltam, megkereshetnénk a gazdáját. Pajkos, ne! Hagyd abba! Kutyi! Micsoda rendetlenség! Inkább vigyétek ki és mossátok le! Ideje lemosni. Ideje volt megkeresni Pajkos gazdáját, ezért Caillou apukája készített róla egy fényképet. Mosolyog, Pajkos! Nagyszerű! Már csak le kell másolni és venni egy kutyatápot. És ha senki nem telefonál, akkor megtarthatom? Majd meglátjuk. Egy kiskutyáról gondoskodni sok munka. Halló? Igen? Ő az. Remek, viszlát! Pajkos gazdája volt. Látta a fényképét, és nem soká eljön érte. Rocky! Olyan szomorú, mióta Rocky eltűnt. Örülök, hogy megtalálták. Igazából Caillou találta meg. Igaz, Caillou? Neked is van kutyád? Nincs, de van egy macskám. És Gilbertnek hívják. Tényleg? De jó neked. Én is akartam macskát, de az apukám allergiás rá. Ideje mennünk, kicsim. Annyira örülök, hogy megtaláltad. Köszönöm, hogy vigyáztál rá. Bár Caillou nagyon szomorú volt, hogy Pajkos elmegy, mégis igen büszke volt magára, hogy segített. Viszlát! 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 Gilbert! Ünnepi varázslat. Caillou nagyon szerette a környék karácsonyi fényeit nézegetni. Rendkívül izgatott volt, mert a Mikuláshoz készült látogatóba. Mit rajzolsz, Caillou? A Mikulásnak rajzolok, hogy ne felejtse el, mit hozzon nekem karácsonyra.
Ez kitűnő ötlet. Mit kérsz tőle? Caillou nagyon nehezen tudta eldönteni, hogy milyen játékot kérjen a Mikulástól karácsonyra. Mit szólnál egy autóhoz? Caillou végül kitalálta, hogy mit kérjen. Mikor vesszük meg a karácsonyfát? Még ma, ahogy apa befejezi a munkát. Caillou alig tudta elhinni. Találkozik a Mikulással, és karácsonyfát díszíthet ugyanazon a napon. Caillou! A karácsonyfát fogjuk feldíszíteni, nem téged. Hol van apa? Még telefonál. Egy perc és jön. Szólok neki. Apa, siess, megyünk a Mikuláshoz. Csak egy perc és megyek. Behozod a havat a házba. Caillou már alig várta, hogy találkozzon a Mikulással, és azt akarta, hogy apukája fejezze be a telefonálást. Rendben, köszönöm. Még később beszélünk. Gyere, apa, siess! jól van, jövök már. Tudod mit? Előbb elmegyek a mosdóba. De nagyon siess, apa. Szerepet cseréltünk. Általában én várok rád. Egy perc és jövök. Caillou, várj meg minket, kérlek. Caillou nagyon izgult, hogy végre találkozhat a Mikulással. Caillou! Apa! Caillou félt egyedül fellépni a mozgó lépcsőre, de apukája már félúton volt felfelé. Minden rendben, lemegyek. Vicces volt, ahogy apukája lefelé sétált a rossz irányba. Sétálsz, apa! Ó, igazad van. Ez a lépcső csak felfele visz, de le kellett jönnem, érted? Clementine! Szia, Caillou! Elmondom a Mikulásnak, hogy mit kérek karácsonyra. Én is elmondom. Te mit kérsz? Egy új babát, egy ugrókötelet és egy sütőt, hogy süthessem a saját süteményeimet, és talán egy mackót is, meg egy aranyos kiskutyát. Te mit szeretnél? De hisz ez csak egy kívánság. Caillou nem tudta, hogy merjen-e több mindent kérni, de minden vágya ez az egy különleges dolog volt. Ahogy Clementine és a Mikulást nézte, hirtelen megijedt, és nem mert oda menni elmondani, hogy mit szeretne. Menj, Caillou, te következel. Ho-ho-ho-ho, mi van nálad? Egy kép nekem? Szeretek képeket kapni. Ráírtad a nevedet? Akkor jobb lesz, ha elmondod, hogy ne felejtsem el, kitől kaptam. Caillou-tól. Ho-ho-ho-ho, ez bizony egy igazán gyönyörű rajz, Caillou. Gyere, ugorj ide az ölembe és mesélj nekem róla. Caillou örült, hogy a Mikulásnak tetszett a rajza, és hirtelen elmúlt minden félelme. Ho-ho-ho-ho-ho, ez pont olyan, mint egy dinoszaurusz. Igen, egy dinoszaurusz, ami sétál és beszél. Ó, úgy érted, hogy egy igazi dinoszaurusz szeretné? Nem, csak egy játék dinoszaurusz, elemekkel. Ó, hát nem sok élő dinoszaurusz van az északi sarkon, de azt hiszem, hogy ez a fajta, amit te szeretnél, talán akad. Ez az! Boldog karácsonyt, Caillou! Caillou örült, hogy elmondta a Mikulásnak a dinoszauruszt. És ő kicsoda? Rozi a testvérem. Rozi, milyen szép neved van. És te milyen ajándékot szeretnél karácsonyra, Rozi? Rozi egy kicsit fél, Caillou. Azt hiszem, várnunk kell még egy évet. Valami különlegeset hozok majd neked karácsonyra, Rozi. Szia, Caillou! Valamennyi őtöknek nagyon-nagyon boldog karácsony. Caillou büszke volt, hogy felnőtt, és már nem félt a Mikulástól. Hol vannak a fák, apa? Sajnálom, épp most adtam el az utolsó fát annak a családnak. Nézd meg a fánkot, Caillou! Megyünk feldíszíteni! Szia! Én is akarok karácsonyfát díszíteni, apa! Sajnálom, Caillou, de nem maradt több fa. Tessék, Pajti!
Ha visszajössz holnap, ígérem, hogy félreteszem neked a legeslegszebb fámat. Csak neked. Én is. Holnap találkozunk. Boldog karácsonyt! Caillou nagyon mérges volt, nem akart holnapig várni. Ma akarta feldíszíteni a karácsonyfát. Anya, apa, nézzétek! Mi történt? Gilbert! Caillou nem akart kint lenni, be akart menni és karácsonyfát akart díszíteni. Miért nem vehetünk egy fenyőfát, apa? Az árus azt mondta, hogy holnap több fája lesz. De én most akarom feldíszíteni a fát. Tudod mit? Talán elkezdhetjük. Komolyan? Menjünk be és keressük meg a dobozt a díszekkel. Feldíszítjük a saját karácsonyfánkat. Azért lehet fánk bent a házban is? Persze, hogy lehet, kicsikém. Caillou úgy érezte, ő a legszerencsésebb a világon. A Mikuláshoz neki egy dinoszauruszt és két karácsonyfát is feldíszíthet. Mehet? Caillou úgy érezte, hogy ez a legcsodálatosabb fa, amit valaha látott. Főcímdal Kilényi Márk. Magyar hangok. Cető Ádám, Mezei Kitti, Velker Gábor, Ungvári Zsófi, Zahorán Adrien. Szerkesztő Horváth Márta. Magyar szöveg Potyondi Péter. Munkatársak. Beke Tamás, Vüns Attila, Farkas Márta, Kis Lajos. A szinkront az MTV ZRT megbízásából a Vidár Team készítette.